Nagyon szépen köszönöm, Balázs, hogy eljöttél, és azt hiszem, hogy megkezdhetjük azzal a címmel, hogy helyzetjelentések. Köszönöm a meghívást. Hát kezdjük a helyzetjelentéseket, mert ismerőseim is, amikor említettem, hogy itt beszélgetni fogunk, és nem ismerték annyira a hátteret, akkor rögtön azt kérdezték, hogy mi az, hogy helyzetjelentések, és én annyit elmondtam, de hát ezt te sokkal jobban tudod, hogy annak idején, Cseh Tamás idejében is, és amikor elkészültek róla mindenféle filmek, zenék, akármik, akkor ezek úgy jelentek meg sokszor, hogy helyzetjelentések, és akkor a kollégákat is már mondhatod. Igen. Lényegében annak idején, miután Cseh Tamás és Bereményi Géza találkozott, és együtt elkezdték a dalírást, igazából hát erősen megújították azt a műfajt, ami akkoriban dalként itt Magyarországon működött, egyáltalán a beat műfajtól egészen eltérő és teljesen mást kezdtek csinálni, és eleinte ezt nem is színpadra, vagy közönség elé, vagy filmbe szánták, hanem maguk szórakoztatására. Aztán többek közreműködésének a segítségével végül ez mégis eljutott a közönséghez, és amikor az első cikkek, az első interjúk készültek velük a 70-es években, akkor gyakorta hivatkoztak mind a ketten a dalokra, az általuk készített dalokra úgy, hogy hát ezek helyzetjelentések, és hát valóban azok, hiszen nagyon prózai szituációkat mutatnak be, hát nagyon sokszor picit a Petőfis helyzetdalokhoz, zsánerképekhez tudnám hasonlítani, hogy nagyon egyszerű, mindenki számára érthető, legalábbis az elsődleges jelentése ezeknek a daloknak, tényleg az életünkről, hétköznapi szituációkról szólnak, de közben hatalmas súlyuk van, és erőteljes mögöttes jelentéssel is bírnak. Hát hála Istennek volt szerencsém látni őket együtt is, meg külön-külön is, és hát szóval improvizációk is voltak, az nagyon, hogy még szinte egymással is a szó legjobb értelmében kötekedtek, szóval ez egyszerűen félelmetes, de azt hiszem, hogy a rendkedvéért, mi nem vagyunk bulvártelevízió, és nem is azért hozom ezt szóba, de mindenféleképpen azt el akartam mondani, hogy nagyon-nagyon közel vagytok családilag is ehhez az egész ügyhöz. Egy, Balázs, édesapád Dénes. Ő is volt alkotótársa Cseh Tamásnak, ez biztos. Másik kurátor, itt ezen a bemutatón pedig Bori, Cseh Tamás lánya. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nem mondom túlzásképpen, hogy fantasztikus együttműködésben tudtatok dolgozni, ugye? Mert hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumban ott vannak most a helyzetjelentések. Igen, hát ez egyfelől könnyű is volt ezen dolgozni, pont ezekből az ügyekből kifújulak, hiszen nagyon sok minden testközelben voltunk, nagyon sok mindent a családi legendáriumból tudunk és ismerünk. Másrésztről pedig nyilván emocionálisan kicsit nyilván nehéz és megterhelő is tud lenni, és néha kicsit problematikusabb ugyanebből azokból kifolyólag. De azért talán inkább az előző is a könnyedség jellemezte ennek a kiállításnak a megalkotását, aminek ugye hát a helyzetjelentések, amiről beszéltünk, lett a címe, az alcíme pedig Cseh Tamás 80, azt annyira talán nem kell magyarázni, ugye idén január 22-én töltötte volna be a 80. életévét Cseh Tamás. Na most tulajdonképpen, ami ott van a kiállításon, hát képeink azért már vannak a megnyitóról is, meg egyáltalán. Hát azt hiszem, hogy Cseh Tamásról is, mert azt nem nagyon kell bemutatni. De honnan sikerült összeszedni ezt a irtózatosan gazdag anyagot, mert én nagyon jól tudom, szóval az első gitárjától kezdve, kéziratokig, meg mindenféle ott van. Az ő, hát a szójó értelmében is vett hagyatékából, meg fotók, meg minden, azért ez nem kis munka volt mindezt összeszedni, és honnan, és hogyan? Hát ez összetett kérdés. Egyfelől van, bár kisebb százalékban van néhány kölcsönzésünk, fényképek és egy-két tárgy Igen. esetében, de a nagyobbik rész az Cseh Tamás hagyatékából való. Hát a Cseh Tamás archívum... Na de annak a vezetője vagy, nem? A Cseh Tamás archívum. Nem, én egy kutató vagyok kutató a vagy. Cseh Tamás archívum, tehát én alkalmazottként dolgozom a Cseh Tamás archívuma. Mindenesetre ez a 2010-es évek elején Tamás halála után alapult az archívum. Hanák Gábor volt a főkolompos ebben az ügyben. Igen. Neki köszönhető, hogy lényegében az a gyűjtemény elkezdett létrejönni, és aztán néhány évvel ezelőtt a Petőfi Irodalmi Múzeum lett a fenntartunk,
és az irodalmi múzeum hatására megvásárolta a hagyatékot, és ennek köszönhetően a gyűjtemény részévé vált, tehát a Pimcse Tamás Archívum gyűjteménynek a részévé vált a hagyaték, így tudunk ezzel dolgozni. Tehát itt a kiállítás esetében az odavaló anyaggyűjtés, hogy mit állítsunk ki, az inkább egy fordított folyamat, nem az volt a kérdés, hogy úristen, hogyan szerzünk anyagot, amit ki tudunk állítani, hanem hogy hogyan szelektáljuk azt a hatalmas mennyiségű hagyatékot, hogy mi legyen az, amit esetleg felvillantunk és megmutatunk belőle, mert a tér mérete is befolyásolja nyilván mindezt, és próbáltunk koncepciósan elsősorban a dalok irányába elindulni, emellett pedig nyilván Cseh Tamás életének azokra a pillanataira, amik meghatározók voltak akár egyéb szempontból, akár magunknak a daloknak a szempontjából. Egy kis pontosítás, bocsánat, hogy az első gitárja Tamásnak sajnálatos módon nincsen meg a kiállításban, annak az évek során jó kérdés, hogy merre feledde nyoma veszett, mert azt még a érettségére kapott pénzből vásárolta, az lényegében majdnem úgy néz ki, az egy ilyen orosz gitár volt, ilyen majd olyan nem játékgitár, fényképeken találkozhatunk vele, viszont az, nincs meg. Az nincsen meg, képek vannak róla, hogy a Balaton parton twisztel, mondjuk és gitározik, de az emblematikus gitárja, ami lényegében végigkísérte a majdnem Magyarországot mondtam, de Kárpát-medencén, sőt külföldi fellépéseken is az a Yamaha gitárja volt, amit szintén a 70-es évek első felében, 70-es évek közepén vásárolt, és nagyon szerette, az megvan, és az valóban kiállított. Jaj, de jó. Na most elnézést, hogy kineveztelek vezetőnek, de hát el tudnád vezetni mindenféleképpen, de az, hogy képzőművésznek készült, hát ezt kell róla tudni, meg rajzolt, meg mindent az égvilágon csinált, és ez most arra jutott eszembe, hogy említetted, hogy a dalok Bereményivel az együttműködés, hogy én, hát mondom, volt szerencsém ismerni őt, a nyughatatlan figura volt, de most olyan értelemben, hogy mindig eszébe jutott valami, azt mondja, mindig ki is mondta, és nem csak a zenéről, szóval hogy is mondjam, megosztó személyiségnek is hívták. Uh-huh. Pedig szerintem nem volt az, hanem egyszerűen egy zseniális pasi volt. Igen, hát ezzel is próbálkoztunk foglalkozni egyébként a kiállításban is. Tehát 70-ben találkoztak Bereményi Gézával, és onnantól kezdve indul a dalok története, de mi egy picit rálátást a látogatónak próbáltunk engedni arra is, hogy a 60-as években hol volt Cseh Tamás. Úgymond az nem helyileg, nem lokálisan, hanem az életen belül. És ekkor tényleg ott tartunk, amit említettél, hogy képzőművész, grafikákat, festményeket készít, ennek megfelelően grafikák és festmények is találhatóak a kiállításban, de mellette ő ebben az időben rajztanárként is tevékenykedik, és hát a már említett érettségére kapott gitárral elkezdi az első dallamokat kitalálni és pengetni, mellé saját maga által, mivel angolos volt, angol szövegeket írogatni rá, és nagyon-nagyon nem mellékesen a 60-as évek elején megalapítja úgymond az azóta is működő Bakony Indiánt. Tehát ez az indián vonal is megvan már, és rengeteg mindent csinált a 60-as években, és ekkor még egyáltalán nem volt biztos, hogy az irányvonal, ami aztán 70-től eljött, hogy a dalok válnak az életének úgymond a főszereplőjévé, vagy vezérvonalává, az így lesz. De aztán, amikor ez megtörtént, onnantól kezdve tényleg az életét arra tette fel, hogy ezekkel a dalokkal, ezekkel a helyzetjelentésekkel járja az országot, és ezt mindenhova közvetítse és az embereknek. És azért azt ne felejtsük el, hogy természetesen kapott filmszerepet, és színházban is lépett, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon jó volt. De ha most én azt mondom, hogy a dalok ma is élők lehetnek, akkor erről mi jut eszedbe? Hát, ez egy beszélgetésből való részlet, igen, amikor a másnap kapcsán a Pannon-tükrösökkel és a Bérces Laciékkal beszélgettünk. Hát ez több szempontból is ördökatlan. Igen, úgy gondolom, hogy ez egy helytálló gondolat. Egyfelől ezek a dalok, amik 70-től kezdve megszülettek, ezek valamilyen szinten a mai napig az életünk, az életterünk részét képezik. Nagyon sokan ismerjük őket szófordulatként költözéskor, azt mondom meg nekem, hol lesz majd lakóhelyünk, és így tovább felmerülnek, tehát a közbeszéd részévé váltak.
És hát nagyon sokan az ismert dalokat is előadják ma is koncerteken, rengeteg Cseh Tamás emlékestel találkozhatunk. Ezen túl pedig, amire szerettél volna kérdezni és utalni, az egy olyan dolog, hogy Csengei Dénessel, édesapámmal annak idején Cseh Tamás a 80-as évek derekán dolgozott együtt. Utólag visszatekintve ez úgymond egy epizód volt, mert ugye előtte is Bereményi Gézával, utána is Bereményi Gézával dolgozott a Tamás, akkor ez lényegében véglegesnek tűnt, mert úgy tűnt, hogy Bereményi Gézával 82-ben befejezték a közös dalírást, és Csengei Dénes lett az új szerzőtárs. Nekik de egyetlen egy zárójeles mondat, hogy nem csak a politikus jusson eszébe senkinek, mert író és költő is volt édesapád. Igen. Így van, én is elsősorban íróként szoktam rá hivatkozni vagy tekinteni, és hát abban az időszakban ugye még politikusok nem is voltak, vagy akik voltak azok, hát nem, ne, hát, mindegy, erről nem beszélünk. Nem beszélünk, Lakitelekről sem, pedig ott is volt minden. Na igen. Tamás is ott volt egyébként. Igen, azért mondom. Lakitelken. Mindenesetre a lényeg, hogy 85-től dolgoztak ők együtt, korábban Csengei Dénes már egy kötetet, egy eszékötetet szentelt a cseh bereményi daloknak és azoknak a hátterének, a, úgymond a nemzedéki hátterének egészen 56-tól a dalok befogadásáig tartó időszakig, és készült egy közös műsoruk, Mélyrepülés címmel, 86-ban mutatott be a Katona József Színház, illetve ebből később nyilván lemez is készül, de már készülőben volt a következő műsor, dalok születtek, filmekben, Jancsó Miklós Szörnyeké vagy a című filmjében is szerepeltek mindketten, és elő lettek adva a dalok, de András Ferenc filmjeiben is előkerültek, vagy színházi darabokban. De az új műsor végül nem készült el, az könnyen lehet, hogy már azért, mert a közélet irányába elmozdult Csengei Dénes, de ezekből a dalokból jó néhány megmaradt, így hát, úgy a dokumentációja. András Ferenc, vagy ahogy hívták, András Frici is elmozdult nagyon sok felé, de azért nézzük a csapatot. Most mondok két nevet, és utána tiéd a szó, Beck Zoltán, Szűcs Krisztián. Meg magadat is hozzátéve. Engem nem feltétlenül kell hozzátenni. De, szóval hogy van esetre. A lényeg, hogy én megtaláltam ezekből a sok esetben kiadatlan dalokat keszthelyen, kéziratokon, vagy a Cseh Tamás archívumban magnókazettákon olyan felvételeket, amin Tamás esetleg olyan dalokat próbál, ami később lemezre nem került, vagy akár műsorba sem került. És elkezdtem felkutatni őket, és kiderült, hogy hát mondjuk a Mélyrepülés lemezre végül került egy 12-13 dal. Ehhez képest nem ennyi volt Csengei Dénes és Cseh Tamás közös munkája, hanem mondjuk 50 fölötti dalt írtak együtt, vagy kezdtek el írni, melyeknek mondjuk a szövege az készen van, valamelyikhez csak dallamfoszlány maradt mondjuk fenn kazettán. És úgy gondoltam, hogy ezt közönség elé kéne valamilyen módon vinni, viszont nem feltétlenül voltak a felvételek arra alkalmasak, így megkerestem Beck Zolit és Szűcs Krisztiánt, szerencsére mind a ketten barátaim, úgyhogy nem volt nehéz dolgom, hogy nézzenek rá erre az anyagra, és mondják meg, hogy mit kezdjünk vele, elénekelnék esetlegesen szívesen. Igen. És ebből jött létre aztán Bértes László rendező segítségével a Másnap című előadás, amit az Ördökatlan Fesztiválon mutattunk be 2021-ben. Azóta már közel 30 előadást egyébként megélt, és hát talán elmondhatom, hogy hamarosan a következő hónapokban a dalok, hogyha az előadás maga teljes egészében nem is, de az előadásban elhangzó dalok, azok lemezen is meg fognak jelenni. Igen, és ha már említetted a foszlányokat, ezt, azt, amazt, és ezt lehet, hogy éppen te mondtad, minden esetre az volt a megfogalmazás, hogy ezeket a, nem tudom, 88-as dalokat, és ezt kortárs módon újjá születve hallani. Igen, hát egy percünk van. Ez azért fontos, mert a srácok, a Zoli és a Krisztián nem imitátorkodni akartak, nem epigonként szerettek volna feltűnni, hanem azokat a dalokat választották, és azokat adják elő, amikben megtalálták saját magukat. Tehát így ennek köszönhetően önazonos az előadásmód, és kicsit a gitárjátékban és itt-ott is saját magukat belevitték. Igen. Tehát egyfelől benne van Csengei Dénes, benne van Cseh Tamás, de benne van, és szerintem alkotótársá is vált a két srác, Beck Zoli és Szűcs Krisztián. Most mit kutatsz?
Most éppen a, és mi most itt vagyunk, keletkezés történetében vagyok egy kicsit elúszva. Leveleket szedegetek elő hozzá, hogy Cseh Tamással a találkozás 79-ben először Csengi Édesnek hogyan sikerült, és hogyan született meg ebből a találkozásból a kötet végül egy 4 évvel később. Ez igen. Hát akkor engedelmeddel a beszélgetést édesapád zavaival zárnám, jó? Rendben. Azt mondja, hogy másnap. Hát tudod te, mi az, hogy másnap a fiúk a dolgok mélyére ásnak? Azt hiszem, hogy ez örökérvényű. Igen, úgy gondolom én is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Három nap. Északi szélben, vacsorásokban, ostromokban, pulóveremben illatok. Hova vezet ez? Na hiszen, mi a fene lesz? Micsoda beteges, rám francos élet, én itt nézem, te meg ott nézed, hogy hajol meg a szélnek jegenyénk, s levelem, hova repül el. Így szállok én is el, nem sokára, te pedig így hajolsz majd utána, annak a személyvonatnak eljön utazom. Haza én, haza egyedül, és aztán csalok egy évig a feleségemmel, te meg majd engem a szeretőddel, ebből áll ki az ősz meg a tél. Csupa csavaros, kibufó, csupa csavatás. Jövő ilyenkor, hazamenőben, megint az ablaknál, szeles hűben, s pulóveremben illatott. Ugye csak is így, ugye így, ugye csak is így. Így szállok, így hajolsz és így nézek, így mondom újból, hogy rád francos élet, és így hajol majd meg újból a szélnek az a jegenye. Az az egy, az a hülye fel, az az egy.